A Magyar Vízilabda Szövetség július 10-én a férfiak Magyar Kupa csoportbeosztásánál a 2018-19-es bajnoki eredményeket vette figyelembe. A sorozat első körében 4 helyszínen, Budapesten, Kaposváron, Szegeden és Tatabányán játszanak mérkőzéseket a 4 csoport együttesei a július 25-26-ai hétvégén. A D csoportban a budapesti Honvédese, az Áhíd Vasas Plaketta, Tatabánya, valamint az Eger szerepel. Jászberényi Gábor, mint kapusedző játékos ugrik majd a vízbe. Hát már lassan 2 hónapja edzünk, szerintem jól sikerült a felkészülésünk, hát én meg próbálok lépést tartani a fiatalokkal. A Cetefeger férfi vízilabda csapata házigazda Tatabányával kezd július 25-én szombaton 14 óra 45 perckor. Nagyon várjuk az első mérkőzést, személy szerint én is nagyon. A Tatabányával fogunk kezdeni, aki úgy érzem, hogy hasonló erő, játékerőt képvisel, mint mi. Utána a Honvéd és a Vasas csapata, akik papíron, és nem csak papíron, de tudjuk, hogy ők erősebb erőjátékerőt képviselnek, de úgy megyünk minden mérkőzésre, hogy a lehető legjobbunkat nyújtsuk. Az első körben megszerzett eredményeket a csapatok tovább viszik magukkal a másodikba, ahol 4-es kék, fehér, piros és zöld csoportban küzdenek majd augusztus első hétvégéjén. Ezután még 2 forduló következik majd különböző beosztások szerint, illetve a Magyar Kupa augusztusi záró eseményén egy minitornán a Millennium Masters néven ismert gála csapat is újra vízbe ugrik, olyan játékosokkal, mint például Biros Péter, Szécsi Zoltán és Dr. Kis Gergely.